Befejeződött a csoportkör újabb két kvartettjében a küzdelem a katari labdarúgó világbajnokságon, így már a csoportok felében ismerjük a végső rangsort, és a tegnapi nap hozott némi izgalmakat, meg egy meglepetést is. A C csoportban az utolsó sípszóig kérdéses volt a második továbbjutó kiléte. Argentina a váratlanul passzív Lengyelország ellen két gólos előnyre tett szert, s a másik ágon Mexikó ugyancsak 2-0-ra vezetett Szaúd-Arábia ellen. Ez pedig azt jelentette, hogy a lengyelek és Mexikó tökéletesen egálban vannak, a továbbjutásról pedig a mexikóiak több sárga lapja döntött volna. A lengyelek ezért nagyon vigyáztak, hogy ne kapjanak lapot, miközben az elégedett argentinok sem erőltették. Ugyanakkor Mexikó teljes erővel kitámadt, ám végül a hosszabbításban kapott egy gólt, és a csupán 2-1-es siker nem volt elég a továbbjutáshoz. Mint ahogy kiesett Szaúd-Arábia is, dacára, hogy az első meccsen nagy meglepetést okozott Argentina legyőzésével. A D csoportban a franciák pihentették a legjobbjaikat, ezt pedig kihasználva Tunézia megszerezte az 1-0-ás győzelmet. Nem volt azonban elég a továbbjutáshoz, mert a másik ágon Ausztrália nagy meglepetést okozott, és szintén 1-0-ra nyert a borzalmasan gyengén futballozó Dánia ellen, így 2006 után ismét nyolcad döntőbe jutott. És ha eddig abban a hitben éltek, hogy Ausztráliában nem annyira népszerű a foci, íme a cáfolat. Annak dacára, hogy az ottani keleti parti idő szerint hajnali 3-kor ért véget az ausztrálok mérkőzése, a továbbjutást így ünnepelték. Bármennyire is furcsa, Iránban is ünnepeltek. Azt, hogy kiesett az iszlám köztársaság csapata, amely a tüntető ellenzékiek szerint nem őket képviseli. Volt, ahol összecsapások is voltak a hatóságok és az ünneplők között. A jelentések szerint Bandar Anzali városában a karhatalmiak lelőttek egy Mehran Samak nevű férfit, mert dudálással fejezte ki örömét a rezsimet képviselő csapat vereségéért. Videóbíró ide vagy oda, a játékvezetői döntésekből továbbra sem lehet kiszűrni a hibákat. A bírók legalább két olyan büntetőt adtak ezen a VB-n, amelyek nemigen voltak azok, noha videón is visszanézték az eseteket. Ilyen volt az argentinoknak adott 11-es Lengyelország ellen, vagy a Portugáliának adott büntető Uruguayjal. Mi ez azonban a VB-k legnagyobb játékvezetői tévedéseihez képest? Mindenki emlékezik talán Maradona kézzel ütött góljára az Anglia elleni negyed döntőben, amit Ali Ben Nasser tunéziai játékvezető alaposan benézett. Maradona pedig világbajnok lett, félvilág bálványa. A világ másik fele viszont ezzel a gesztussal végleg leírta emberileg a zseniális futballistát. Nem ez volt azonban az egyetlen fontos kezezése, 4 évvel később a gólvonalról mentett kézzel, a bíró meg azt sem vette észre. Legendás történet azonban, hogy Uruguay úgy szerzett gólt az 1930-as elődöntőben Jugoszlávia ellen, hogy a labdát a fotóriporter passzolta vissza a vonal mögül a csatárnak. A magyarok sem fogják tudni soha megbocsátani William Ling angol bírónak, hogy az 1954-es berni döntőben nem adta meg Puskás szabályos gólját, amivel egyenlítettek volna. Talán a 2 évvel korábbi 6-3-ast akarta megbosszulni. Az angolok viszont egy fantomgóllal nyertek 1966-ban világbajnokságot, a németek elleni döntőben a hosszabbításban Hurst lövése a gólvonalra pattant, Rafik Bahramov szovjet partjelző pedig a vonal mögé nézte a labdát. Hol volt még akkor a gólvonal technológia? De folytathatjuk a sort Luigi Gonellával, az 1978-as döntő bírójával, aki passzívan asszisztált az argentinok mészáros munkájához a hollandok ellen, vagy a mexikói Cordezal Mendezzel, aki egy szabályos szerelést büntetőnek ítélt a német-argentin döntőben, ezzel pedig el is dőlt a trófea sorsa. Mindez pedig csak a jéghegy csúcsa. És egy kis felvétel a VB emberi arcáról. Az elveszített mérkőzés után a könnyeivel küszködő iráni Ramin Rezaiant az amerikai ellenfele Robinson így próbálta vigasztalni. Azt nem tudni, hogy az iráni csupán az elszalasztott lehetőség miatt sírt, vagy már arra gondolt, mi várhat rá odahaza. Utóbbiba bele sem akarunk gondolni.
És ha már az amerikai-iráni meccsről beszélünk, a képen Greg Berhalter, az Egyesült Államok edzője látható sajátos szögből. Ő volt az, aki a meccs alatti izgalmakat így foglalta össze: most még kevesebb haj van a fejemen. És lám, még bele sem lendültünk igazán, már is a rovatunk végéhez érkeztünk. Holnap azonban ismét várjuk Önöket, hogy lássuk, mit takar Katar.